A december az évkezdésnek az időszaka volt az ókorban, hiszen e hónap 21-től a téli napforduló után egyre hosszabbak lettek a nappalok. A sötétség legyőzését már akkor is sok helyen ünnepelték. Az életnek a megünneplése, az új évnek a megünneplése, ennek a szerepe ugyancsak benne volt az antik hagyományokban. Ezen a napon a római világban szintén egymásnak ajándékokat adtak, nagy vigasságokat tartottak, különböző dióval való játékokat játszottak. Tehát nem véletlenül, hogy mindezek a jelképek a későbbiekben, a karácsonynál, már a kereszténységben ugyanúgy megjelentek. Szerencsés választás volt december 25-e, Krisztus születése, tulajdonképpen mindazokat az attribútumokat, ami az élet újjászületését, a remény, elhozza, és ami ebben az egész adventi időszakban, a várakozásban megjelenik, Krisztus születésében csúcsosodik és összpontosul, ez tulajdonképpen hordozza azokat az archaikus elemeket is, amelyek több száz évvel azelőttről gyűrűztek föl, akár napjainkig is. Az adventi időszakban nagyon fontos néphagyományok jelentek meg. Az egyik ilyen volt, amely az egyházi liturgiával függött össze, ez maga a böjt. Tulajdonképpen a 11-12. Századtól kezdődően tudjuk azt, hogy az advent 4 hetében egy nagyon szigorú böjtöt tartottak az emberek, tehát a szerdai, a pénteki napon hústól és tejtermékektől is távol tartották magukat, ugyanez vonatkozott a szombati napra is. Ez a szigorú böjt, ez inkább a 19. században változott, szombati napokra már csak hústalan napokat rendeltek. A böjt mellett, ami nagy végig jellemezte a középkort, illetve az újkori embereknek az életét, az az úgynevezett róráté misék, vagy aranyos miséknek is nevezik őket. Az aranyos mise, az mindig reggel hajnali 6-kor tartották ezeket a szent miséket, és nagyon szép, nagyon érdekes leírásokat, beszámolókat lehet arról olvasni, hogy a nap felkeltekor, innen jön ez ugye az aranyos mise, magának a hóban lépkedő embereknek a hangulatát, az érzését, a havon az első napsugaraknak a megcsillanó fénye, tehát egy olyan különös értéket és élményt adott ehhez a karácsonyi hangulathoz, amely mind-mind hozzásegített ennek a Jézus várásának a megéléséhez. Az advent egy bűnbánati időszak is volt, de több olyan hagyomány is kialakult, ami a mai napra már teljesen evidenciálissá vált az ünnep kapcsán, a jelentését viszont már aligha tudjuk. Nem lehetett lakodalmakat tartani, nagy mulatságokat sem tarthattak. Ennek az időszaknak ezt a csöndjét tulajdonképpen csak a disznóvágásoknak, mint a zajos mulatsága törte meg. Tehát a disznóvágási időszakról van szó, ami majd, és ennek az egész böjtnek a feloldása december 24-e után, tehát Ádám Éva napja után kap szabad utat, az éjféli mise után lehetett a böjt ételekből egy gazdagabb, zsírosabb, húsosabb ételekre áttérni. Innen jön egyébként december 24-ének a neve is, ugye a bőved estéje. A délutáni nap, a december 24-én a délutáni napnak a folyamán általában még böjtételt fogyasztottak az emberek, diót, almát, mákos tésztát, akár itt is a lencsének szerepe volt, tehát tejtermékeket, mákos gubát például, tejtermékeket, disznóságokat így van, nem fogyasztottak. Általában az éjféli mise volt egy olyan vízválasztó és egy olyan mágikus, akár mágikus választó időpont, amitől kezdődően ennek a böjtnek vége volt, és innentől kezdve átvette a szerepét a karácsonyi asztalnak a bősége. Ez összefüggött a karácsonyi időszak termékenységi jóslásával. A karácsonyi asztalon a megrakott étkeknek azt lehet mondani, hogy mind külön önálló jelentése volt, és mind mágikus erővel bírt. A karácsonyi abrosz is egy nagyon különleges abrosz volt, azt az év másnapján nem tették föl. Pont az volt a lényege, hogy minden, ami maradék karácsony harmadnapján, ha leszették, vagy vízkeresztkor, a benne lévő morsákat, mindenféle maradékot elraktak, az állatoknak adták oda, a szántóföldre a búzával együtt elvetették ezeket a maradékokat,
ajándékokat, a kutyáknak adták oda a karácsonyi asztalról megmaradt sonkacsontokat, tehát ennek mind-mind az volt az értelme, hogy a családnak a jövő évi terménybőségét, állatbőségét és egészségét tudják vele biztosítani. Szintén a karácsonyi asztalon megjelenő dió, vagy az alma, amely amúgy is egy különleges varázslásokhoz alkalmazott eszköz volt. A lányok az almáról mosakodtak a karácsonyi időszakban, hogy nagyon szépek legyenek. A karácsonyi diót törte föl a család, ebből próbáltak jósolni, hogy aki férges diót kapott, azok a jövő évben valami betegség fogja érni. A család szétosztotta az almát maga között, ez is egy ilyen rituálé volt, hogy a családnak az összetartozását és az egységét ezzel szimbolizálta és biztosítani tudja. Ugyancsak a karácsonyi asztalon megjelenő kezdetben, a böjti ételeknél még 24-ig a sokasságot, a szaporodást megjelenítő ételek, tehát ez nem csak szilveszterkor volt ennek jelentősége, itt karácsonyi étkezésnél is, mint a mák, mint a lencse, a borsó, ugyancsak a halnak a pikkelyei, tehát nem véletlenül kerül be a hal a karácsonyi böjti ételek közé, a hal pikkelye az, mint a hal pénz, az megint csak a gazdagságot jelképezte. És 24-én előkerülhettek a gazdag ételek, tehát a hurka, a kolbász, a töltött káposzta, a kocsonyák, a húslevesek, illetve a gazdag diós mákos beigli, a kuglófok. Tehát változik, egy vízválasztó volt végülis 24-ének az estéje, a megváltó megszületése után, 25-től kezdődően ez a bőséges asztal jellemezte ezt a karácsonyi asztalt. Szintén érdekesség, hogy mezőgazdasági és háztartási eszközöket visznek be a karácsonyi asztal alá, mellé, tehát bevitték a lakásba. Volt olyan, ahol egy jármont bevittek, ekevasat bevittek, szénát, szalmát szúrtak be a karácsonyi asztal alá, és ennek mindaz volt az értelme, hogy az állatokkal etették meg ezt a szénát, a szalmát a tyúkok alá rakták, hogy ugyancsak az állatok egészségét és termékenységét segítsék vele elő, és természetesen a mezőgazdasági eszközök pedig a mezőgazdaságnak a hasznosságát és bőségét tudták vele elősegíteni. A karácsonyhoz számos dramatikus szokás is tartozott. Ilyen volt például a betlehemezés, a pásztorjáték vagy a paradicsomjáték, de a székelyeknél a csobánulást vagy a regülést is ilyenkor végezték a településeken. De ezekről talán majd egy másik alkalommal mesélünk.